Bízunk benne, hogy minden nézőnk talál kedvére valót a programajánlóból. Én ismét a stúdióból köszöntöm kedves nézőinket. Felvezetőben úgy szóltunk a következő témánkról, hogy média andragógia. Újabb jelentős szakirodalommal gyarapította a személyiség alakulás témakörét a Mesterek Mesterei sorozatban dr. Nagy Andor főiskolai magántanár, akit tisztelettel köszöntök stúdiónkba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, tanár úr. Gratulálunk az újabb könyvhöz. Én vagyok hálás, itt lehetek. És talán bevezetőben egy pár szót megtudhatnánk erről a sorozatról. Mit jelent ez, hogy Mesterek Mesterei? Mit fedez a sorozat? Hát nagy élményt jelentő számomra, hogy ebben a sorozatban megjelenhetett a könyvem. Annál is inkább, mert akik előttem jelentek meg, jeles képviselő a szakmának, Szeizer professzor, Ranzsburg professzor, Balogh professzor és sokan mások. Összesen hatan voltak, azért sokan mások. De az, hogy én hetedikként ott lehetek ebben a sorozatban, és Mesterek Mesterei sorozatban, ez már eleve kitüntetést jelentett számomra. Aztán jött a másik kitüntetés, amikor a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közölte, hogy szeretnék, hogyha ott mutatnánk be sajtótájékoztatón ezt a kötetet. Újszerű a kötet. Benedek András államtitkár úr néhány mondatkával ecsetelte azt a múltat, ami összeköt bennünket, elmondva azt, hogy tudja, hogy mióta foglalkozom médiával, de teljesen újszerű számára is, hogy média andragógia kötet jelent meg. Aztán Zrinszky professzor, aki a lektorom volt, azzal kezdte mondókáját ott a bemutatón, hogy ő megnézte az internetet, és nem találta rajta a média andragógia fogalmat. Én pedig akkor elmondtam azt, mert kikívánkozott belőlem, hogy megjelent egy lexikon 2002-ben. Ez a felnőtt képzési lexikon volt. Engem kértek meg arra, hogy a címszót, hogy média andragógia fogalmazzam meg. Tehát ért a fogalom 2002-től, korábban nem valószínű. Hogy jutottam be ebbe a körbe, magam is csodálkoztam, hiszen eddig média pedagógiával foglalkoztam. Az első ilyen jelentősebb munkám, ami a felnőttek és a média kapcsolatáról szól. Igen, ez föl is tűnik mindjárt mindenkinek, aki ismeri önt, hiszen a média elkötelezettjének, a média pedagógia elhivatott szakértőjének ismerik. Mi vezette most a média pedagógiától a média andragógiáig? Igen, ennek is múlt története van. Azzal kezdeném, hogy andragógiával foglalkoztunk egyetemen már több mint 50 évvel ezelőtt. Akkor még a fogalom szinte ismeretlen volt hazánkban. De valaki rávezetett arra a felismerésre, hogy a felnőttekkel való foglalkozás hazánkban elhanyagolt terület. Foglalkoznak nagyon sok mindennel, de a felnőttekkel speciálisan nem nagyon foglalkoznak, egyetemen egyáltalán nem foglalkoztak akkor még. Aztán volt egy olyan lehetőség is, hogy magam is rádöbbentem valamire. A média pedagógiát tulajdonképpen meg kellene előzze a média andragógia. Miért? Tulajdonképpen azért, mert a felnőtt találkozik először gyermekkel, akármilyen összefüggésben, és hogyha a felnőtt, mint példaadó, olyan kapcsolatban van a médiával, amilyen kapcsolatban kell legyen, akkor a gyermek nevelés is egészen másképp alakulhat. Tehát egyfajta felismerés, egyfajta rádöbbenés valamire, ami azt is jelentette, megint visszatérnék erre a nagyon kellemes bemutatóra, sajtótájékoztató Budapesten. Hát ritka jelenség. Néhány könyvem megjelent, nem vagy nagy képű, de ténylegesen ez volt. Idáig ilyen sikere még nem volt egyetlen könyvemnek se. És ráadásul minisztérium vállalta föl, hogy ott az intézményben kerül bemutatásra, és ráadásul olyan szép szövegeket hallhattam, hogy azzal kezdtem mondókámat, hogy lassan olyan piros leszek, mint a borítója ennek a kötetnek. De ténylegesen ez volt. És hát lektor, aki ugye nagyon igazságos, akadémiai doktor egyébként, professzor úr Zrinszky László, azzal fejezte be mondókáját, hogy neki pedig nagyon tetszik ez a kötet. Tanár úr, mire építi a gondolatmenetét? Mi a vezérfonala? Köszönöm ezt a kérdést, mert valóban szándékoztam arról is szólni, hogy egyáltalán mi is szól ez a kötetke, ami számos
érdeklődőt vonz, de tulajdonképpen sokan azt se tudják, hogy mi az andragógia. Felnőtt képzés, felnőtt nevelés, felnőttekkel a foglalkozás tudománya, hazánk úgy gyermekcipőben járt. Ma már ismeretes, hogy főiskolánkon is andragógia szakos képzés folyik. Óriási változás a múlthoz képest. Rá kell döbbenni valamire. A felnőtt ember nem nagy gyermek. Felnőttel másképpen kell foglalkozni. A felnőtt igényli azt, hogy másképpen foglalkozzanak vele. De ez a másképpen való foglalkozás azt is jelenti, hogy akkor lesz tudatos, hogyha elméleti megalapozottsága van. Teljesen természetes. Így a kötetben tulajdonképpen azzal kezdem mondókámat, mondani valómat, hogy magát a fogalmat értelmezem, mutatom be, hogy mit is jelent az, hogy felnőttség, mit jelent az, hogy összekapcsolása a médiának az andragógiával. A felnőtt bemutatását követően aztán két nagy fejezetre bontottam a mondani valómat. Az egyik nem más, mint a média, mint értékteremtő, értékátadó, értékközvetítő, és a felnőttek való kapcsolata mindennek. Ezt tartottam fontosabbnak, vagy legfontosabbnak, annál is inkább, mert én első percüket, mióta a médiával foglalkozom, több mint 50 éve, mindig is azt érzékeltem, hogy a média önmagában nagyon sok mindent jelenthet, de csak akkor, hogyha jól tudják alkalmazni, hasznosítani, használni, alkalmazni. Nos, a értékteremtés, értékátadás összefügg az is, hogy válogatni kell tudni. Első percük kezdve a véleményem az, hogy eszközként kell tekinteni a médiumokat, olyan eszköznek, amelynek lehetnek ilyen meg olyan oldalai. De elsősorban értékteremtő, értékátadó, ha jól hasznosítjuk, ha jól bánunk vele. A második rész, amit szintén kiemelnék, ez a jánuszarcúsága a médiának, aminek a vonzata, hogy mióta médiumok vannak, azóta minden médiumnak jellemzője a jánuszarcúság, kétarcúság. Lehet jó is, lehet rossz. Lehet ugyanabban a tömblőben értető erő, vagy akár méreg is. Most az, hogy ki mit vesz belőle észre, ki hogyan használja föl, ez, amit kiemelnek a recenzorok is, hogy tulajdonképpen azt értékelik a munkámban, hogy nem beszélek arról, hogy milyen rossz ez, milyen kellemetlen dolgokat sugároz ez meg ez eszköz. Sokkal inkább arról van szó, hogy tudni kell az eszközt használni. Minden eszköz. Igen, mert arról. Hiszen tanárodat az is jellemzi, ha, bocsánat már, hogy én fogalmazok meg ilyet, hogy nem csak fölveti a problémákat, körüljárja, hanem a megoldásokat keresi mindig a probléma fölvetésekre. Jellemző ez erre a kötetre is. Egyértelmű, igen. Amit kimondok nem is egy helyen a kötetben, hogy a médiát ma nagyon sokan elmarasztalják. Okkal, ok nélkül. Attól függ, hogy ki mit néz ki, hogyan nézi ki, hogyan hallgatja, hogyan él vele együtt, de amit tudomásul kell venni. A média világában élünk. A média hat, akkor is hat, hogyha nem akarjuk, hogy hasson. Hát nagyon fontos a hatás minőségében, hogy megtanuljuk használni, megtanuljuk beépíteni, és ez maradt el mindig évtizedeken keresztül a médiával. És ennek a használatának a megtanulása. Így van pontosan, és ennek a vonzata, hogy tulajdonképpen a gyermek beleszületik ebbe a világba. Neki ma nem újdonság. Nem technikai csoda, neki természetes. A felnőtt időnként mi csodálkozik rajta, elcsodálkozik egy-egy médiumon, vagy annak a újszerűbb változatán, de ami hát óriási már a jelenben, jövőben még inkább. Tele vagyunk lehetőséggel. Lehetőséget pedig hasznosítani kellene. Akkor tudjuk hasznosítani, ha élünk a lehetőséggel. Tanár úr, kinek szánja igazán a könyvet? Kiknek szánta? Köszönöm a kérdést. Tulajdonképpen nem volt egy célzott olvasó réteg, megmondom őszintén. Arra gondoltam, hogy kiírom magamból. Mert úgy terveztem, hogy egy ilyen trilógiát írok, aminek az első része tulajdonképpen már többször megjelent, ez a médiapedagógia. Gyermek és a média kapcsolata. Most a második rész a felnőtt és a média kapcsolata, ez most készült el. És hát, ha úgy hozza a sorsom és lehetőségem, akkor folytatom tovább az idős emberek és a média kapcsolatáról. Ugyanis ez is szinte teljesen szűz terület, nem nagyon lehet olvasni róla, illetve hát különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban is, de ami
ugye az élet harmadik harmadában az emberben megfogalmazódik egyértelműen. Nagyon sok esetben a média az, ami az embert elkíséri. Nem csak a bölcsőtől a síri, az utolsó óráiban is szinte. Ez óriási lehetőség szintén, aminek a vonzata, hogy most ez foglalkoztat, ez a téma foglalkoztat, de amire most inkább oda kell figyeljek, talán reklámnak is hasznosítható lesz. 12. márciusban bemutatják a Magyar Televízió 2-n az Egerről, Egri Főiskoláról készült 50 perces műsort. Ennek a műsornak... Ebben én, nagyon dörr tanár úr. Én írtam a forgatókönyvet, úgyhogy, de nem én jelentkeztem, hanem meghívtak egy ilyen lehetőségre. Én nagyon boldog vagyok, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen 50 perces műsor a televízióban talán soha nem készült el a főiskolánkról, amit én imádok, nem szeretek. Nem tudom, van-e még szűz terület a médiapedagógiában, hiszen most említette, hogy még mindig mi foglalkoztatja, még trilógiával akarja gazdagítani ezt a területet. És aztán? Hát aztán biztos lesz egyéb, ugyanis a média andragógiának is vannak olyan részei, amiket abszolút nem tártam föl, szándékkal, szándék nélkül. Azt is mondom szándékkal, mert nem akartam belemenni olyan kérdésekbe, ami különösebben engem nem foglalkoztat, megmondom egy őszintén. Most hadd nem mondjam, mikről van szó, de a lektor, amikor a sajtótájékoztató volt, elmondta azt, hogy mivel nem foglalkozom a kötetben. Én meg örömmel fogadtam, mert észrevett valamit, amit én szándékkal adtam ki. Kívánom, hogy még több kötet szülessen. Tanár úr, egyetlen rövid kérdést. Említette, hogy a sajtótájékoztatón többen elismerték ezt a munkát. Születtek-e azóta recenziók? Hogy fogadták a könyvet? Hát egyetlen kötetem se volt még ilyen sikeres, mondhatnám. Annál is inkább mondom, mert nagyon sok visszajelzés érkezett. Az első recenzió megjelent a Heves megyei hírlapban, aminek nagyon örültem, hiszen itthon vagyok otthon, hogy szokták mondani. A Magyar Rádió szintén vett föl egy riportot velem, ami éppen ma este megy adásba, úgyhogy 22 óra 20 perckor, ha sok időd lesz, akkor hallgass meg. Igen. Én ezt kivágod. A következő, ami szintén élményt jelentő volt nekem, a Mentor című folyóiratban egy teljes oldalas recenzió van, Füle Sándor professzornak a recenziója, nagyon örültem neki, és hát ő heti lapban is megjelent a vasárnapi hírekben Iszlai Zoltánnak egy recenziója, ennyiről tudok pillanatnyilag, és nagyon boldog vagyok. Hiszen nem régen jelent meg a kötet, úgyhogy olyan túl sok még nem is született. De nagyon boldog vagyok, hogy ilyen érdeklődést váltott ki. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát erről az értékes kötetről szólhattunk, és a szerző első kézből tájékoztathatott, hogy egy ilyen megfogalmazást mondjak, és hát én azt szeretném kérni, hogy a további kötetekről is majd még beszéljünk ebben a műsorban. Nagyon kedves, hogy hálásan köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most a nézőkkel együtt látogassunk el a Heves megyei Népművészeti Egyesület kiállítására. Palóc örökség címmel nyílott a Bartakovics Művelődési Központban, és márciusig látható, március első hetéig, tehát még érdemes lesz odafigyelni rá. Erre a kiállításra invitáljuk most Önöket.